Sziasztok, Barbara vagyok, a Narcisz Ma pedig egy narcisztikus témában jelentkezem újra. Ezen a csatornán még pedig a mai topik az, hogy mi az, amit mindenképp kerülj el, amikor egy narcisztikussal kommunikálsz, amikor egy narcisztikussal beszélgetsz. Amit ma meg szeretnék osztani veled, az, az az információ, amit szerintem mindenképp el kell kerülnünk egy narcisztikus beszélgetés során, hiszen tudjuk jól, hogy valamilyen formában vagy rejtett, vagy nyílt formában, egy koromba, sokszor ellenszenves emberrel. Egy ilyen ember típussal van dolgunk. És ezek nem ítélkezések, hanem egyszerűen olyan ténymegállapítások, amitől egy narcisztikus ember szenved, ő maga is szenvedettől, sokszor nagyon szeretne ezen változtatni, de ez egy alapvető tulajdonsága annak, aki a narcizmus jeleit hordozza magán. A legfontosabb dolog, amit szerintem meg kell próbálnod majd elkerülni, hogyha egy olyan emberrel van dolgod, akiről úgy véled, hogy vannak narcisztikus hajlamai, vannak narcisztikus védekezési reakciói, stílusa, vagy teljesen narcisztikus, narcisztikus személyiség zavara van, az nem más, mint hogy ne próbáld meg a saját igazadat bizonygatni neked. Ennek az okát nagyon fontos megérteni. A narcisztikus általában egy olyan ember, aki nem figyel rád minőségi szempontból. Nem törődik azzal, hogy mit gondolsz, nem érdekli az, hogy mit érzel. A cselekvési terve pedig igen egyszerű, a lényeg, hogy mindig neki legyen igaza, te pedig tévedj. Olyan embereket akarnak maguk mellett tudni, olyan embereket keresnek, akik visszatükrözik azt ugye folyamatosan, hogy ők mennyire nagyszerűek. Vannak olyan narcisztikusok is, akik olyan embereket keresnek, akik teljes mértékben sajnálják őket, akik kiszolgálják őket, akik törődnek velük, ők a sérülékeny narcisztikusok, vagy a rejtett narcisztikusok. Az ő cselekvési tervük az az, hogy a másik higgyen abban, amit ők gondolnak, és ezért folyamatosan gondoskodjanak róluk. Ha ezt nem sikerül elérniük, akkor olyannak könyvelnek el, akik nem az ő szabályaik szerint játszanak, és ekkor megpróbálnak majd megváltoztatni, megzsarolni, manipulálni, vagy megfélemlíteni, vagy akár bántani. Ha kell, lejárató kampányt indítanak ellened, megpróbálnak korlátozni a dolgokban, kontrollálni. Ahogy tehát az előbb mondtam, megpróbálnak visszafogni, megféremlíteni. Ha tetszik ez a videó, és szeretnél még a témában hasonló videókat látni, hallgatni, akkor kérlek, nyomj egy lájkot a videó alatt most, hogy a Youtube is érzékelje azt, hogy szüksége van az embereknek ezekre a videókra, hogy minél többször feldobja majd ezeket az ingyen elérhető tartalmakat. Ha van rá lehetőséget, kérlek, oszd meg ezt a csatornát másokkal is, hívd fel az emberek figyelmét erre, de ne a narcisztikus emberekét lehetőleg, én nem vagyok ellene, de ott ö, nagyon ritkán érsz pozitív eredményhez, ritkán élsz meg pozitív eredményt, viszont azoknak, akik narcisztikus kapcsolatoktól szenvednek, ilyenben élnek, akár szülői, akár munkahelyi, akár romantikus párkapcsolatban segíteni tudsz majd, és mindenképp iratkozz fel a csatornámra, van ott egy kis harang gomb is, hogyha azt megnyomod, akkor pedig értesítés kapsz majd, például az élő előadásaimról is. Egyúttal felhívnám a figyelmedet is, hogyha majd eleget dolgoztál önmagadon, nekem ehhez sok-sok év kellett, tehát majdnem három éven betel, de jó két és fél nagyon intenzív belső munkába, hogy kihozzam magam a kódependenciámból, tudjam kezelni a borderline megküzdési stílusaimat, vonásaimat, és bele tudjak menni egy nem hierarchián, hanem kölcsönösségen alapuló szerető párkapcsolatba, amelyben már hónapok óta benne élek, és ahol merek sebezhető lenni. És amikor elérted ezt a gyógyulást, amit én nagyon kívánok neked, akárhány évtizede vagy benne, vagy voltál benne bántalmazó kapcsolatokban, tedd meg ezt, gyere el a TK akár a áttörést végezd el, vagy tréningre, de kezd el a gyógyulást, és ha ez megvan, és a lelked egy kicsit már rendben van, akkor a testedet is érdemes egy kicsit felturbózni, az egészség iránt elköteleződni. Nekem ez akkor sikerült, ez a folyamat már mint az indulás, a jó start ebben a folyamatban, amikor már a lelkem rendben volt. Tehát én is ugye négy hónap alatt közel 20 kilót tudtam lefogyni, készítettem is egy külön YouTube csatornát, Keto Coachként, ez itt a Narcisz ott pedig Ketó találsz meg, ott elsősorban a fogyókúrázni vágyókat, illetve az egészség iránt elköteleződőket várnám, mert nagyon sok egészségügyi betegségben és tudok majd segíteni ezzel a diétával, meg alapelvekkel, meg különböző anyagokkal, amiket szintén sok-sok tanulmány után fogom elhozni és tolmácsolni nektek magyar nyelven, de fantasztikus eredményeket lehet elérni, nem csak testi szinten, hanem tényleg a, a betegségek terén is, tehát nem csak fogyásban vagy testi átalakulásban, hanem egy csomó mentális problémát is tudsz vele majd kezelni, az alvás szavartól elkezdve egy csomó posztraumás tünetedet is kezelheted ketókocsként, tehát megtalálsz a Youtube-on és ugyanígy a Facebookon is van már egy nyílt csoportom, ahova lehet csatlakozni. Igazából az intenzív munkát ezzel a csatornával majd decemberben kezdem. Tehát, hogyha a narcisztikushoz az előbb hasonló módon próbálsz meg hozzáállni, az nagyon sokat segít majd neked. Amikor én is rájöttem erre, és elkezdtem tisztán látni azt, hogy milyen energiák dolgoznak bennük, és hogy mennyire másként vannak ők összerakva, mint a többi ember, akkor elkezdtem rájuk másként tekinteni, kb. úgy, mint, és ezt nem ledegradálóan mondom, egy kicsit úgy, mint egy fekete lyukra. Olyas valakik ők, akik nem tudják, hogy hogyan nyerjenek energiát saját magukból folyamatosan, ezért mindig másokból kell hozzájutniuk az energiákhoz. Néha tudnak magukból is, ugye szenvetnén is készített erről videót, de ez nem állandó és rettenetesen kimerítő dolog. Szóval elkezdenek szeretet bombázni a lábbambing időszak az elején, eleinte nagyon elbűvölőek tudnak lenni, nagyon szerethetőek tudnak lenni, és csak annyira manipulálnak még az elején, hogy semmiképp se vedd észre, hogy mennyi baromságot is hordanak össze a horgukra akadsz, és elkezdik kiszívni az energiádat, bevonszolnak a barlangjukba, az ő érzelmi barlangjukba, mert szükségük van arra, hogy energiát nyerhessenek belőled. A racionális és józan emberek a saját energiájukból töltődnek, újra meg újra merítenek. Földelik magukat, törődnek magukkal, mozognak, egészséges ételeket esznek, szerelmesek, a világba, a környezetükbe, az emberiségbe motiváltak. A lényeg, hogy megtalálják a módját annak, hogy saját magukból nyerjenek energiát. A narcisztikusok azonban nem ezt csinálják, mert ők szinte teljes mértékben a másikból nyerik az energiát, hát igazi energia, vámpírok, kicsit pejoratív a kifejezést, értjük mindannyian. Ezért gondolom úgy, hogy az elsődleges dolog, amit el kell kerülnünk, amikor narcisztikussal van dolgunk, hogy ne adjunk teret annak, hogy meggyőzzük őket arról, hogy nekünk igazunk van, és belemenjünk ilyen értelmetlen dolgokba. Nem kell feltétlenül narcisztikus személyiség zavarosnak kifejlett narcisznak lennie, valakinek, elég a narcisz palánta, úgy szoktam mondani. Vagy ha olyan emberrel van dolgunk, aki narcisztikus jellemzőket, vonásokat mutat, aki például nem figyel a másikra egy kicsit nagyképű, kihasznál téged, kihasználja a többieket, a többi ember gyengeségeit, az érzelmeit, vagy úgy érzi, hogy neki joga van mindenhez, nem a szabályok szerint játszik, vagy azt hiszi, hogy a szabályok rá nem vonatkoznak, aki mindig a beszélgetéseket úgy irányítja, hogy az róla szóljon, aki nem annyira empatikus veled, vagy aki folyamatosan rád tromfol, amikor valami csodálatos dolgot osztanál meg vele, és akkor ő lesett, tolja azt, az örömödből is kiszívja az energiát visszatérve a hasonlatra, tehát olyanok, mint az energetikai fekete lyukak. Lételemük, hogy elszívják az energiát másoktól, mert ettől ők jobban érzik magukat. Meg kell tehát értenünk, ha te egy olyan ember vagy, aki saját magából meríti, nyeri az energiát, tehát ha törődsz magaddal, ha tényleg megteszel mindent annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott maradj, és felelősséget vállalsz a tetteidért, akkor a legrosszabb dolog, amit tehetsz, hogy egy olyan emberrel állsz össze, akit semmi nem érdekel abból, amit mondasz neki a racionálisan gondolkodó emberek azt gondolják, hogy ők is racionálisan állnak a többi emberhez. Meg akarod érteni, amit a másik mond. Az azonban hiba, ha nem érted meg, Hogyha egy narcisztikus jellemzőkkel bíró ember, egy narcisztikus vonásokkal küzdő személyel, vagy egyenesen egy narcisztikus személyiségzavarral rendelkező emberrel beszélsz, hogy ő ezt nem így gondolja. Ez hiba. Hiba, ha nem érted meg, hogy őket nem érdekli, amit mondasz. Hiba, ha nem érted meg, hogy mind kell változtatni, és hogy ez a változtatás, amit a fókuszba kellene helyezned, az a másik emberrel kapcsolatos észlelésed, a percepciód. Meg kell értened ennek az embernek a korlátait. Tehát, amikor rájössz arra, hogy egy olyan emberrel van dolgod, akinek például nincs érzelmi empátiája, aki nem tud mit kezdeni az érzelmekkel, vagy ha észreveszed, hogy mindenkit kihasznál, feljogosítva érzi magát mindenre, azt szeretné, ha mindig minden róla szólna, ha elszívja az összes levegőt a szobából, vagy aki állandóan packázik veled, akkor az egy nagyon ijesztő helyzet lehet, és fontos, hogy be tud azonosítani, hiszen ne felejtsd el, hogy a narcizmus a dominanciáról szól. Ha a narcisztikus nem tudja elérni, hogy felmagasztald, akkor megpróbál rádieszteni, vagy elnyomni, leértékelni, rád kényszeríteni azt, hogy engedelmeskedj neki. És ez egy nagyon ijesztő helyzet lehet, főleg ha rájössz, hogy egy ilyen ember elérsz házasságban, vagy ha gyermeked ilyen vagy a főnököd, vagy a barátod, a legrosszabb dolog, amit tehetünk hogy olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ahol megpróbáljuk bizonygatni az igazunkat. Mert mi történik ilyenkor? Ahogy azt már korábban mondtam, ha te egy olyan ember vagy, aki saját magából merít energiát, aki felelősséget vállal a dolgaiért, de ugye az egy nagyon klassz dolog, de az, hogy mennyi energiát tudunk előállítani, az azért korlátozott. Én is olyan személy vagyok, aki saját magát tölti fel. Nem másoktól, gyerekeimtől, partneremtől várom, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Nem várom el, hogy külső forrásokra támaszkodva érezzem értékesnek magam. Én magam generálom ezt az energiát, mivel felelősséget vállalok saját magamért. Tudom azt is, hogy mivel én vagyok a felelős ezért az energiáért, Tudom azt is, hogy ez az energia időnként elapad, vagy elapadhat. Tehát amikor olyan emberekkel vagyok, akik nem figyelnek rám, akkor egyszerűen befogom a szám, és nem megyek bele olyan beszélgetésekbe, hogy bizonygatnom kell magamat. Tökfelesleges lenne, mivel úgysem figyelnek. De ha olyan helyzetbe hoznám magam, hogy folyamatosan a narcisztikusnak bizonygatnám a dolgokat, próbálnám őt meggyőzni, egy olyan embernek, akinek esze ágában sincs odafigyelni rám, olyan embernek mondogatnám és bizonygatnám a dolgaimat, akkor az én energiám, ami itt van fent, szépen lassan minden egyes szóval, minden egyes alkalommal, amikor beszélni próbálok, hogy meggyőzem ezt az embert a saját véleményemről, szépen lassan lenullázódik. A beszélgetés végére pedig teljesen lemerülök, iszonyatosan fáradt lennék. Nem merülnék. Össze lennék zavarodva, a másik viszont egyre jobban érezné magát. Mivel ő az én konnektoromra csatlakozott rá, elvette, elszívta az összes energiámat, és ettől elég jól érzi most magát. Fontos tehát megértenünk azt, hogy a, a narcisztikusok vagy azok, akik ott vannak a narcizmus spektrumán valahol, akiknek a tudatossága előtt egy fátyol, egy kötfátyol húzódik, akiknek a pszichéje úgy működik, hogy igazából sosem szégyellik el magukat, látszatra, akik sosem érzik úgy, hogy nem vagyok elég jó, ők pszichológiailag egyszerűen képtelenek erre, mert ők sosem néznek magukba. Mivel ha magukba néznének, akkor ott lenne a szégyen, az a rengeteg szégyen, ami motiválja őket fordulhatok empátiával is ezek felé az emberek felé, de attól még nem fogok elmenni velük vacsorázni, vagy nem fogok ágyba bújni velük. Mivel ezek az emberek saját magukat és a világot is ferdén, torzan értelmezik, emiatt én is szenvednék, ha velük lennék egy ilyen közeli kapcsolatban. A másik ember szenvedi azt meg, hogy ezek az emberek megpróbálják nem meglátni saját magukat, Megtanultam tehát elhatárolódni tőlük, leválni. Befejeztem a megmentésüket, nagyon sokáig csináltam, évtizedeken keresztül. Nem csak házasságban csináltam ezt, hanem a baráti, munkahelyi kapcsolataimban is, aminek nagyon súlyos következményei lettek. Befejeztem a megmentésükre tett kísérleteket. Korábban azt mondtam, hogy látom, hogy milyen zűrös a háttered, tudom, hogy emiatt lehettél ilyen, ezt gondoltam, hadd segítsek, hadd mencselek meg, de ezeknek a kódependens napjaimnak már vége. Nem akarok több ilyen projektet az életemben. Szinkronicitást, az értékes dolgok váratlan felfedezésének a mágikus képességét, a derült szeretném, a békét, a bőséget és a flót szeretném az életemben. Szóval kérlek, értsétek meg a következőket. El kell ide jutni. Ezért várlak titeket a gyógyító programjaimba. Ott van a TKAK, az áttörés, a sématréning kezdetnek, aztán most már elindul a borderline személyiség fogságából való képzésem is hamarosan. Az egészséges emberek saját magukból nyerik az energiát, akik már gyógyultak, akik már nem kódependensek. Ők vállalják a felelősséget, sőt, azt is megtanulták, hogy ezek miatt ne panaszkodjanak, ne legyenek áldozatok. Ők túlélőkké válnak. Tudják, hogy minél több energiát fektetnek magukba, annál nagyobb bőségre, békére és prosperitásra tehetnek szert. Túljutnak azon, hogy az embereket hibáztassák, és folyamatosan azt kérdezgessék, hogy de miért, de miért, de miért. Most már értem, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek azon a ponton, amikor felelősséget vállalunk azért, ami a fejünkben, ami a szívünkben van, akkor elkezdjük használni a kreatív teremtői képességeinket, és megváltozunk. Ha te is ezen az ösvényen jársz, ha éppen ezt tanulod, hogy hogyan generálhatsz energiát magadnak, és azt, hogy hogyan azonosítsd be, hogy ki az oroszlán, ki a tigris, ki a medve, akkor egy idő után majd azt mondod, hm, a legjobb barátom 32 éves, vagy 12 éves, de sosem figyel rám. Sosem küld nekem szülinapi üdvözletet, vagy üzenetet. Pedig a múlt héten, egész hétvégén az övét ünnepeltük. Vagy azt mondod, a főnököm teljesen lekicsinli a teljesítményemet. Állandóan meg akar alázni. Úgy érzi, hogy fel van jogosítva arra, hogy kihasználjon. Teljesen természetesnek veszi, ha én plusz öt órát még bent maradok. Tehát amikor narcisztikus jellemzőket azonosítasz be az emberekben, akkor ne feledd, hogy a cél az, hogy ne próbáld meg nekik bizonyítani az igazadat. Amit ehelyett tehetünk, az a határállítás, határszabás. Hová tegyük a határokat ebben a kapcsolatban? Tedd fel magadnak a kérdést, hogy továbbra is szeretnél -e ennél a cégnél dolgozni. Akarok-e dolgozni ennek az embernek? ha nem, akkor mi mást szeretnék csinálni? Vagy a barátja szeretnék-e maradni ennek az embernek? Mennyit akarok beletenni ebbe a kapcsolatba? Vagy bele akarok-e tenni egyáltalán még valamit? Mit akarok kezdeni ezzel a kapcsolattal? Mit akarok kezdeni ezzel az emberrel? Akár a narcisztikus házastársammal? Aki lázasan azon dolgozik, hogy meggyőzön, hogy ő a legcsodálatosabb ember. De én már látom ezt az egészet. Ugye ez a Dr. Jekyll és Mr. Hyde helyzet. Nézzétek meg a filmet, nagyon klassz. Ennek alapján el kell döntenem, hogy mi az, amit be akarok tenni ebbe a kapcsolatba. Tehát a kapcsolatainkat nagyon logikus és racionális szemszögből kell vizsgálnunk, nem pedig naivitással, hamis reményekkel eltelve. Nem azt mondom, hogy mindenkit kritizáljunk. De sokan, még a logikusan gondolkodó, racionális, kiegyensúlyozott emberek is, vagy azok, akik kezdenek már kilábalni a kódependenciából, például a TKK 12 hete alatt, három hónapos ez az online képzés, és egyre racionalisabbá válnak hétről hétre, de közben még próbálják megérteni az embereket, ők is gyakran még naívan gondolják azt, hogy mindenki, akivel beszélgetnek, az pont olyan, mint ők maguk. De vajon minden ember megpróbálja megérteni, hogy mit mond a másik? Nem. Majdnem eldobtam az agyamat, amikor erre én is rájöttem. Mert tényleg azt hittem, hogy mindenki, aki racionális és józan, ezt feltételeztem mindenkiről, hogy mindenki újra hasznosít ezt gondoltam az emberekről, nem gondoltam, hogy mindenki mindenfelé szanaszét dobálja a zacskókat a kocsi ablakán, az autópályán, de aztán rájöttem, hogy nagyon sok ember van, aki teljesen másként gondolkodik, és vannak olyan emberek is, akik bántják az állatokat, akiket nem érdekel a környezetünk, és az se érdekli, hogy a másik ember hogy érzi magát. Nem vagyunk egyformák, és mikor erre így rádöbbentem, akkor tényleg eldobtam az agyam, hogy hiába tudtam, de tudat alatt mégiscsak azt feltételeztem, hogy hasonlóan gondolkodik valaki, mint én. Hogy ugyanazt adja a másiknak, amit ő szeretne visszakapni. De ez segített abban, hogy újra szervezzem a gondolkodásmódomat, és sokkal tudatosabb, és sokkal realisztikusabb legyek, azzal kapcsolatban, hogy a világ hogyan is működik. Tehát ne áltasd magad, mert nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy te. Főleg, hogyha te változol. Nem mindenki ül le, hogy őszintén elbeszélgessen, és megpróbálja megérteni a másik embert, aki vele szemben ül és vele beszélget. Vannak érzelmi és vannak spirituális ragadozók. Vannak, akik tudják ezt magukról, de sokan nem. Úgy vélem, hogy azok, akik nem tudják, hogy érzelmi, vagy spirituális, vagy fizikális, vagy szexuális predátorok, ragadozók, akik úgy érzik, hogy nekik mindig igazuk van, és fel vannak jogosítva arra, hogy így viselkedjenek veled, azok a legveszélyesebbek. Így gondolom, mivel nagyon gyakran ők a legmeggyőzőbbek. Hihetetlenül hisznek abban, vakon hisznek abban, hogy igazuk van. Te viszont tévedsz, ezt gondolják, és ezért azt hiszik, hogy joguk van ahhoz, hogy rosszul bánjanak veled. Remélem, hogy ez a videó ma sokaknak segített. Remélem, hogy egy kicsit nyitottabbá válsz, olyan gondolkodásmóddal kapcsolatban, hogy hogyan is bánja narcisztikussal, hogy hogyan kell határokat szabni, határokat állítani, kimondani, hogy mit szeretsz és mit nem. Hogyan tegyétek a dolgaitokat, hogy rájöjjetek, hogy így is elég jók vagytok, ugye ez a tkak a fő szlogenunk, hogy elég jó vagyok, és hogy nincs szükség ennek az embernek a validálására arra, hogy hitelesítsen, hogy egyetértsen velem. Mert rajtunk áll hogy képesek vagyunk-e, felelősséget vállalni azért, amilyennek mutatjuk magunkat. Nekünk kell megtanulnunk, hogyan tartsuk magunkat az elképzeléseinkhez, a céljainkhoz, és önmagunk maradjunk. Még akkor is, ha kicsit kicsit döcögőssé válik az út, amikor kezded megtagadni, hogy megad magad a narcisztikusnak, mert ezzel számolnod kell. De nekünk kell kitalálnunk, hogy mit akarunk és mit nem. Nekünk kell felelősséget vállalnunk azért, hogy mi is zajlik az életünkben, és az energiáért is, amit az életünkbe hozunk, és amit tolerálunk. Mert minden visszajön hozzánk, és hatással lesz ránk. Hatással lesz a mentális és fizikai állapotodra, az egészségedre is. Ne feledd, hogy amikor megbizonyosodtál arról, hogy olyan emberrel van dolgod, aki nem figyel rád, akkor próbálj meg ne olyan pozíciót felvenni, ahol igyekszel majd bizonygatni az igazadat, mivel ez nagyon kimerítő, a fejedet fogod majd a falba verni. Játszani fognak veled, mint macska az egérrel. A narcisztikusok imádnak cicázni a másikkal. Imádják azt, ha kimeríthetnek. Imádják az őrületbe kergetni a másikat, és imádják, ha feldühítik a másikat, ha provokálhatják. Próbáld hát meg elkerülni ezt a csapdát. Kerüld el ezt a meredek sziklát. Próbálj meg nem beleesni ebbe a csapdába. Csak tarts ki amellett, ismerd el, ismert fel, hogy mi zajlik benned. És döntsd el, hogy mennyit akarsz beleadni a kapcsolatba, vagy a beszélgetésbe. Ne, felejts el, ne felejtsd el emlékeztetni magad arra, hogy leföldeld magad, hogy te generáld a saját energiádat, és ne felejtsd el szeretni önmagad. Szeresd magad. Amikor azt mondom, hogy szeresd magad, akkor arra gondolok, hogy törődj magaddal. Törődj magaddal úgy, mint ahogy egy gyerekről szokás gondoskodni, mintha te magad lennél a saját belső gyermeked is. Szeresd magad az egészséges energiák által. Véd magad az energia által. A férfi energia megvéd. Tedd ezt nap, mint nap. Bontakozz ki a feltétlen, a feltétel nélküli szeretetben. Észre fogod venni, hogy azok, az, azok iránt a toleranciád, akik nem figyelnek már rád, egyre csökkenni fog. És sokkal, de sokkal gyorsabban leszel képes majd arra is, hogy határokat állítsd. Ez egy folyamat. Nekem is időbe tellett, ahogy az elején beszéltem róla. De egyszerre csak megtörténik az áttörés. És az életed olyan lesz, mint 10-20-30 vagy 40 évvel ezelőtt, amikor még nem voltál áldozat. Úgyhogy mindenképp szorítok neked, fogad meg a tanácsokat, és amikor rászánod magad, akkor várlak szeretettel a tk akár az áttörésem, vagy valamelyik másik tanfolyamon. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ahogy kértelek, lájkold, like ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra, és oszd meg azt másokkal is.